A parti közepén Vinny Scratch észrevette, hogy elvesztette szemüvegét. Pánikolva fejelte ketté a DJ pultot, ettől Thunderlane úgy beszart, hogy kiugrott az ablakon. Erre Barry Punch csak felnézett a pultról és kért még egy italt. Az agyfasz tetézte, hogy megjelent a TARDIS. Barry Punch erre csak lefejelte az asztalt. Megvan a szemüveged, mondta Dr. Hughes, miközben kilépett a telefondobozból. Barry Punch erre lehúzta az italt, de Leira megjelent előtte egy felhőn ülve. Meglévő húst könnyebb bepanírozni, mint egy újat kikloffolni, mondta Leira, miközben megpendítette húrját. Vinny Scratch megörült Dr. Hughes híre hallatán. Mire a doktor visszaszállt a TARDIS-ba, és tovaszállt az idős sűrű szövevényébe. Barry Punch kért még egy italt, és visszafeküdt az asztalra. Vinny Scratch agyfaszt kapott, amit tetézte Leira mondása. A Camembert finomabb, mint a trapista. Vinny hirtelen haragjában lemezeivel megtámadta a pónikat, megve fröcsögött a cukor. Barry Punch felébredt az ágyában. Hú, de hülyeséget álmodtam. Hát még én, mondta Leira. Ez az. De akkor mit befejezem, az a tárgyalás ezért? Nem, vagy igen? De úgy volt, hogy volt egy mondat a... Felébred, az ott a mondat, hogy felébred. Nem, mi nem mondtam, nem mondtam, nem mondtam. De a másik, az ott volt a tárgyalás eleje. Az lett volna a ti mondat, a ti fejlődött. Basz, ezt mondtam ember, tudtam, hogy valamit elbasztunk. Mindegy. Tök minden milyen kazabban akkor hagyfasz, hogy ez felére. Ottam valamit, a miék? Következő, ez az aha, nem tudom miért akarják, de ezt fel kell olvasnom. Szóval Vinny, Dr. Hughes, Leira és Benny Punch eltévedtek az erdőben, mert maci. Jó, köszönjük. Ennyi volt, de ha ez nem tetszik, akkor itt a második. Hát DJ Pony-t nagyon sokan zaklatták, hogy miért ilyen magánt a színű a szeme. Ezért elment Zekorához ilyen nagy felszörösekkel, hogy a szemeszínét megváltoztassák vörösre. Hát persze az előfőre ez mindig veszélyes volt, ezért egy éhes Montikor be az útjába állt, és azt mondta, hogy én most megeszlek. A Montikor. Marok, maci! Mert maci! Persze ez DJ Pony-nak ez az ötlet nem tetszett, ez elkezdett futni. Bokrokon, fákon keresztül átvágott, majd egy árokba vetette magát, a Montikor felette elrepült és elveszítette a szagát, és helyett inkább egy bárány falt fel. Hát DJ Pony felállt és körülnézett, és azt látta, hogy hát ő bizony nagyon is eltévedt. Hogy elindult az egyik irányba. Ez egyszer csak hangokat hall jobb oldalról, és Barry Punch elfut, közben azt kiabálva, hogy ellopták a boromat. Már futott volna utána, hogy megkérdezzem, erre jár, de Barry Punch eléggé gyors volt. Jó, hogy nem érdesítlek. Eltűnt a szem elől. Hát mit volt, mit tenni, tovább ment, majd egy tisztásra ért, és ott Dr. Hux találta, kővé változtatva. Tudta a megoldást az ilyen helyzetekre, elővette az iPhone-ját, a kis mini hangszoróját, ami 10.000 kW-tal működött, benyomta a zenét, és Dr. Hughes-nak a kő rétege levált. Megkérdezte, hogy mi a fenét keresett itt kővé dermeszve, ő meg csak annyit felelt, hogy a zsebóráját, mert bizony elvesztette. Majd elővett egy ilyen szerkezetet, félszette és elkezdett hallgatózni. Kat, 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 kat. Bizony megvolt, egy barlangból szólt a hang. Mondta, hogy menjünk oda. A barlangban bizony horkolás is hallatszott. Egy nagy medve aludt. Az egyik karmán ott volt a zsebóra. Mint kedvenc. Hát mint nálunk a püst, csak nem tudom miért ezen tudok csak elaludni. Mert medve. Magic, we don't have to explain it. Dr. Hughes mutatta ujjával, hogy és hogy előre menjenek. Ujjával! Egyszer csak DJ Pony-nak a telefonja megszólalt, hogy Leira hívta, hogy Zekoláta megszerezte a kézlemeztő szerét. Medve persze felébredt, morgott ettől, felállt és elindult a betalakodók irányába. DJ Pony és Dr. Hughes menekültek. Majd amikor kiértek, a Dr. Hughes elővette zsebéből
egy füstgránátot és hátra dobtam. Hát, ha ezzel meg tudja téveszteni a nagy medvét. És a füst, ez percek is gomolygott, majd el. Ez nagyon nem. Hát többet nálatok nem takarítok. Folytatódjon inkább a parti kontrázott Ravino. Dr. Húz nem szólt semmit, csak fejét a földbe temet. Srácok, valakinek van egy pár keze? Kérdezte Lira, egy csapóajtóra mutatva. De te egy unikorn is vagy, felelte Thunderlain. Lira állt fél percig. Majd a homlokára csapott. Ja! Majd mondta, majd mindenki legnagyobb csalódására szarvával feszítette föl a csapóajtót. A jobból halk zene szólt, ami után Vinyl szinte hipnotizálva elindult. Az alagút hideg és nedves volt. Nem sok ügetés után megremegett a fal, és egy óriási fúrófej tűnt elő. Hiha! Na fén! Kiáltotta Derpy a fúró végéről, majd eltűnt a másik falban. 5 percig további gyaloglás után elértek egy terembe, ahol egy óriási base cannon játszott nem más, mint Vinyl! Kiáltotta Lira. Vinyl? Kérdezte Dr. Hoops a mellette álló unikornisra nézve. Vinyl? Csodálkozott Barry Prince, a base cannonnel álló fónira tekintve. Vinyl? Mondta a zeneszerszám mögött álló személy. Vinyl? Érdeklődött Thunderlink. Changeling? Mondta Vinyl a csalóra mutatva. Changeling? Kiáltotta mindenki rémülten. Barry Prince ránézett a Changelingre és így szólt. Ez király! Most próbálj engem! A Changeling átalakult Barry Prince. Ez olyan király, üvöltötte Lira. Ez part gear kiált. Vinyl Scratch megnyomott egy gombot mágikus keverőpultján, és az egész terem kiemelkedett pónifalvak közepén. Party hard, üvöltötte Thunderlay. És partiztak, amíg Luna átvette az ég felett az uralmat. Volt időt találni. Ez így akkor nem van az.